Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Megnézzük azt, hogy mi történik pénteken, szombaton és vasárnap, tehát itt a hétvégéről van szó. Ez egy általános kivetés, de kérheted ezt a jóslást, felteheted a kérdést például, ó, mi lesz a hétvégén, mi történik nálunk, vagy felteheted a kérdést, mit csinált ő a hétvégén, mivel foglalkozott, hol volt, kivel találkozott, mindenre megkapod akkor a választ. Egy ilyen személyes jóslásnál a díjam 4000 forint. Ami most történik a hétvégén, és fontos lehet számunkra, az az aranykapu az ekliptikán, hiszen a hétvégén ott mozog a hold, kihat így a hétköznapjainkra. Az ekliptika az tulajdonképpen a 12 csillagjegy. Kós, a bika, az ikrek jegye, és így tovább. De ehhez hozzá kell fűznöm azt, hogy tulajdonképpen az ekliptikán nem 12 jegy van, hanem 13. Sokan nem is tudnak erről. A 13. jegy, az a szkorpión jegye és a nyilas jegye között van. Mégpedig a kígyó tartó csillagkép. És ez a kígyó tartó tulajdonképpen Asklépiosz, az égi orvos, a gyógyszertáraknál látható a szimbóluma. Ennek van gyógyító ereje. Ez a csillagkép az ekliptikán van, de nem tartozik a mi általunk ismert jegyekhez, mert akkor ez lenne a 13. Viszont mi 12-t ismerünk. Hogy mi erről a véleményed, leírhatod természetesen a kommentárba. Ami most fontos így hétvégén, az az aranykapu. Az aranykapu az ekliptikán. Ezek a hiádok és a plejádok. Ők képezik ezt az aranykaput. Ez az aranykapu a kos jegye és a bika jegye között van. És itt mozog hétvégén a hold, ami számunkra fontos, hogy a hold kihat a hétköznapjainkra. Ennél az aranykapunál döntésekről van szó, hogy milyen irányba tekintünk. Ha megvan a hit, a bizalom, hogy minden jóra fordul, akkor tényleg így lesz. De ha pesszimisták vagyunk, és úgy gondoljuk, ebből úgysem lesz semmi, akkor itt összeomlik valami. Tehát figyeljünk oda hétvégén, hogy miben hiszünk. Ezt kell erősíteni a belső hitünket. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák a pénteki napon. Itt ezen a képen látható az, hogy van külső befolyás. Ez kellemetlen. Ezek viták, veszekedések, kihívások. Vagy a te környezetedben, vagy nála. De látható itt a győzelem. Nálad is, nála is le lehet zárni ezt a helyzetet, vagy ezeket a kapcsolatokat. Itt ez a férfi látható, és megvan nála az a kívánság, hogy megkapja például tőled az elismerést. Itt a kezébe veszi ezt a botot, ami jelenti a tűz elemét. Itt is a tűz eleme látható. Itt dühös valakire, az is a tűz eleméhez tartozik. Itt látható a győzelem, és itt már a tettek embere, valami lelkesíti őt, hiszen maga mögött hagyott valamit. Szimbolikusan felégetett valamit maga mögött, és lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket is, és én úgy gondolom,
hogy itt közeledés lesz. Ő közeledik hozzád, lépéseket tesz feléd. A szombati nap itt látható. Ő egy új irányba fordul. A kezében van a glóbusz. Az jelenthet külföldi kapcsolatokat, vagy egy utazást is. A kettes szám két személyt jelent. Téged és őt. Ez a kapcsolat. Lehet, hogy lesz egy utazás, mert meghív téged, vagy tervez veled egy közös utat. A kettes szám jelenthet szerződéseket is, külföldi kapcsolatokat. Itt a kard utal a döntésekre, vagy a karddal le lehet zárni valamit, például ezeket a kellemetlen kapcsolatokat. Nem kell velük foglalkozni. A kard jelent fontos döntéseket is, hogy kettőtök között itt tisztázódik valami, hiszen ez a kép jelenti a kommunikációt is. És ez a beszélgetés, vagy ez a közös terv egy új irány szerencsét hoz, mert a csillagok szerencsét hoznak. De adják a bizalmat is, hiszen minden úgy alakul, ahogy ez a csillagképekben meg van írva. És megnézzük, hogy mi történik vasárnap. Érdekes az, hogy itt a tűz eleme látható, az jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket, az egyes szám utal egy új kezdetre, egy új irányra. Itt a föld eleme látható, ő közeledik hozzád, a kezében van ez az arany érem, az lehet anyagi segítség, vagy egy jó ajánlat, ami a munkát illeti, de ez az arany érem jelenti a belső értékeket is, hogy ő értékel téged, és ezt kimondja, erről beszélni fog. Itt pedig a víz eleme látható, hiszen a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. Ő átnyújtja ezt számodra, kimutatja az érzelmeit, de vannak elvárásai, hiszen te is kimutathatod a te saját érzelmeidet. Ez a kehely jelenti a belső forrást is, a te intuíciódat. Tehát cselekedni fogtok, kimutatjátok az érzelmeket, itt előre mennek a dolgok, és a föld eleme jelenti a reális dolgokat. Itt megvan a lelkesedés, itt megvan az elképzelés, a vágy, az álom, és itt már mindketten a tettek emberei vagytok, hiszen meg akarjátok ezt valósítani. A föld eleme jelenti a reális dolgokat. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a videó alatt a kommentárba. Vagy, ha tetszett ez a felvétel, akkor örülnék annak is, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Zuzanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, kívánok egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!